Én vagyok a tájúra tündér. De forogjál, gyere vissza, Erika. Ugye, hogy megbeszél. Na, igaz, Erika. Hajj, mert? Hajj, mert? És majd egyszer. Itt van a kis szarvas.
szarvas komácska, forduljál meg te is, úgy, úgy, visszajöhetsz a helyet, pillangok. Hol a pillangók? Pillangókat. Majd jöhet a helyet. Pillangó, jöhetsz a helyetre. Én vagyok a szerelő. Forduljál meg. Minden fél munkás jelent magukra veszik, egyik lónak, másik fának, a harmadik királynak adták, hogy ne ismerjük téged segíten. Mondd, hogy én vagyok a cica. Ő a cica. Visszaülhet, cica. Gyere. Na, Lilla, ügyessen, hangosan a verset. Ne hadarj, lassan. Én vagyok a kutya, bodri kutya sétál, fülre farka sétál, eltetőre kicsitál, itt a folyaméte, kőkerítés szélinél, halka macska öldögét. És veszi a kutya, még más a szilva fát. Gyere. Én vagyok rendőr. Gyere már. Én vagyok a lány. Gyere, gyere. Na mondd. Én vagyok a kapitány. Mondd, hogy én vagyok a gomba, de hangosan, de oda néz, oda mond Elvő bácsi. Én vagyok a gomba. Jó, így vissza. Barbie, te maradj, gyere tanulj. Hangosan. Nem vagyok a jobbot. Jó, vissza. Kata. Én vagyok a gomba. Ő a piroska. Jó, visszajön a piroska. Vadi, menj, jó. Én vagyok a katona. Én vagyok a katona. Visszajön, gyere, újságban. Én vagyok a bohócs. Nem korulj. Gyere. Mondd hangosan, én vagyok a kukorica. Én vagyok a kukorica. Gyere, Lili. Gyere, Lili. Én vagyok a királynő. Nem vagyok a kapatos volna. Én vagyok a kis hercegnő. Én vagyok az oroszlán király. Jó, farsam, elköszönt már január, felpacsatott február, dudaszol és dob perek, maskarában gyerekek, krumpli orr és nagy kala,
Csepa fehér, Vörös Sándor dersen. Reggel süt a fék, süt a fék, gyere, mit te lángos, rakodó nagyanyó, beveti a vákos. Reggel nagy apó, nagy a jég, belepi a vákos, tanítja a dologét, beveti a lángos. Csinálok egy farsangi hangulatot, jó? Na nézzük!
Thank you.
És hogyha felismerted, ki jelentkezett először? Csaba! Csaba jelentkezett először. Meg is kérdezzük, hogy szerintem mi lehet. Mi ez? Kalapács! Szerinted? Kalapáccsal kopogtak, igen. Tapsoljátok meg én is. Indul a következő hang, figyeljetek. Kíváncsi leszek, hogy most ki lesz a gyorsabb. Csaba! Csaba jelentkezett megint, szerintem mi volt ez? Autó! Nem? Hajszállító! Hajszállító, kapcsoljátok meg innen. Most jön a legnehezebb, figyelj! Megvárjuk a csendet, jó? És ha kitaláltad, jelentkezz, jó? Így van, lépéseket hallottunk, tapsoljátok meg őket, szaladjatok vissza. Vidám legény, a bóc, piros haja, csupakoc. Ide lép, oda lép, a szokonya húzatén. Ide lép, oda lép, a szokonya húzatén. Egy hű ingyel elhita, lomos rajta, szájba. Mihány szorú tárzi, csalizet hagyó tárzi. Mihány szorú tárzi, csalizet hagyó tárzi. Egy nagy tapsot kérünk a zenekar részére. Gyere! Megvan a három kislányunk, és most három fiút kérünk, akik még nem voltak fiút, azok jelentkezzenek. Egy, kettő, ott a harmadik gyerekek. Figyeljetek, tárgyakat fogok nektek most kiosztani, hogy milyen tárgyakat azt majd meglátjátok, ezt neked adom. A következő tárgy az a tiéd lesz. És te is kapsz valamit, parancsolj. Természetesen a fiúk is kapnak a kezükbe valamit. Az első tárgy az a tiéd lesz. Tiéd a másik. Tiéd a harmadik. Tartsátok magasra, ami a kezetekben van. Magasra tartsátok. Ez az. Most mondjátok el, hogy ti mit láttok. Ez mi? Fokrém. Kanál. Háromszög. Ez pedig az ütője, úgy van, az ütője a hangszernek. És akkor most nézzétek meg, hogy valahogy ezek összekapcsolódnak. Valahogy összepárosíthatók. A háromszöghöz mi tartozik? Az ütő, ott állt meg az ütő a levegőben, látjátok? Kérem a háromszöget menjen az ütőhöz. A fogkeféhez mi tartozik? Kérem a fogkrémet, hogy jöjjön ide. A fogkefe mellé, és a villához mi tartozik? A kanál. Na most, arra szeretném kérni a kanalat, hogy álljon szembe a villával, nézzetek farkas szemet, egymással, ha-ho, gyere ide, így oldalra, hogy mindenki lásson benneteket, így farkas szemet nézzetek, nagyon jó. A fogkefe a fogkrémmel álljon szembe, így oldaltájjal. Te pedig bele szembe, farkas szemet nézzétek egymás szemébe. Így van.
az ütő pedig a háromszöggel, ez az. Most összeszedem ezeket a tárgyakat, és rögtön meg is fogom kérni a kislányokat, hogy fogják meg a két kezükkel a fiú vállát. Mindjárt, így. Tedd a... Ez most nem kell, mert szegény fiút agyonütöd ezzel a szép csillaggal, addig ezt ide tesszük pihenni. Fiúkat szeretném megkérni, hogy tegyék a kezüket a lányok derekára. Az nem a cicére, derekára, kicsi derekára. Így van. Nem a fenekére, derekára. Így van. Mit nem csináltunk most még farsankor? Hát nem táncoltunk, viszont a táncosaink már itt vannak, ők lesznek a versenytáncosaink. Viszont ez zene nélkül nem megy, ezért gyorsan bekapcsolom nektek a zenét, és már is indulhat a tánc. Természetesen kapcsol lehet őket pusztítani. De úgy látom, táncosaink reggelire gipszet ittak. Már is lehet forgatni a lányokat. Lehet táncolni, remény is ülök, már indul a kisatán. Azt hiszem, igazságtalan lennék veletek, hogy aki korsakban nem táncolatnátok. Gyertek ki táncolni, és segítsetek nekik, megmutatom, hogy kell. Gyertek bátran ki! Ez az a jöhetek még ki táncosok, bátran, gyertek gyorsan! Ez az, már jönnek is a táncosok. Egyedül a tánc, a hivatásos táncosaink állnak, pedig ti is táncolhatnátok. A farsangra való tisztelettel közben megalkottuk a táncosok szobor csoportját. Itt láthatók ők. Tapsoljátok meg őket, a táncosokat. Nagyon ügyesek voltatok, szaladjatok gyorsan vissza. Remélem jól éreztétek magatokat ez alatt a kis farsang alatt. Persze az igazi farsang még csak most kezdődik nektek. Most kezdődik el a feligazán a tánc. Lehet majd biztos ütemőt is enni. Most elbúcsúzom tőletek, mert sürgős tovább csavarodni valóban. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, Vaski!